Családias hangulatban telt a Magyar Speciális Olimpia Szövetség országos teniszversenye, melyet a Gilice téli pályán rendeztek meg. Ezúttal az idősebb korosztály versenyére látogattunk ki, de a megmérettetésre akár már 8 éves kortól lehetett nevezni, ahonnét mindenki díjazottként távozott. Én azt hittem, hogy papírérmes kapok, de mondta az a néni, hogy ilyet kapok. Én meg úgy üröltem. A versenyek integráltak, azaz fiatal teniszezők, valamint edzők segítik az értelmi fogyatékos sportolókat, akik ezáltal gyorsan fejlődnek a sportágban. Tenyerest, a fonálkort, a agyogatást, a passolgatást, minden. Most már olyant akarok majd megcsinálni, hogy ilyen röppöt, meg a háló mellett, hogy elmenjen a labda. Olyan akarok majd most jobban ráhúzatni. 2009-ben alakult meg a speciális tenisz szakosztály Magyarországon, és néhány év alatt sikert sikerre halmoztak a teniszezők. Nagyon fontos az, hogy az edzések folyamán ugye fejlődnek, és vannak itt olyan olimpikonok is, akik most nyáron például Los Angelesben kim voltak a speciális világjátékokon, és egy arany és egy ezüstérmet hoztak el. Vegyes párosban nyertek aranyat, és egyénibe pedig ezüstöt mind a két sportoló. Kelemen Zsombor olimpikon ezúttal is szépen szerepelt a versenyen, szerényen nyilatkozott pályafutása kezdetéről. Egyszer csak így elkezdtem, hogy látták, hogy milyen jó így a mozgásom, a sport, jól hozzáállok mindenhez kitartóan, és akkor így mondták, hogy akkor miért ne lehetne a teniszt így megkockáztatni. Az év utolsó versenyéről mindenki elégedetten tért haza. A következő megmérettetést február 23-ára tervezik.